Szeretettel köszöntök mindenkit a tíznapos elvonulás első darma beszéden. Zolitól nagyon érdekes és praktikus bevezetőt hallhattunk. Amikor a zen elkezd működni a tudatban, akkor úgy tűnik a felszínen, hogy semmi nem történik. Eleinte azért a formával küzdünk. Beülünk a repülőgépbe, becsatoljuk a biztonsági övet, megnézzük a biztonsági bemutatót, felhajtjuk a kis asztalkákat, és felszáll velünk a gépni néha kicsit ráz, és amikor elérsz egy utazó magasságot, akkor úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Pedig mégiscsak történik valami, és ahogy leszállsz a célállomásra, kiderült, hogy ott vagy, odaértél. Pedig úgy tűnt, hogy csak a hajtómű ment, és felszolgálták az üdítőt, és megetted az étked, és aludtál, és a többi. De közben az az Elképesztő erőfeszítés, hogy utazó magasságon tartsuk a gépet, az megtörtént. Az engyakorlatnak a rendszeressége, a formája, néha szigorúnak tűnő rendje pontosan ezt szolgálja, hogy meglegyen ez az utazó magasság, és a tudat kellő mértékben tisztuljon. Amikor elkezdjük az elvonulást, megkapod az instrukciókat, annyi, mint amikor elolvasod azt a kis laminált kártyát, hogy hol vannak a kiáratok, hol vannak az ülések, honnan lehet egy kis extra leveskét és falatocskát venni, ugye? Az mindig ott van, ahol az ételt felszolgálják. És akkor hirtelen a gép felszáll, és az első nap az ilyen, az ilyen nagyon erős, ilyen fájdalmas. Meg bemegyünk az interjú szobába, azt ki tudja, mi történik. De a legfontosabb része az, hogy valahol a darmával kapcsolatba kerülsz, és elérhetsz egy utazó magasságot az elvonulás idejére. A következő feladat ezt megtartani odakint. Tehát az elején vagyunk, épp hogy felszállt a gép, még azért szeljük át a légrétegeket szépen fölfelé, és hogyha van kérdésed akár a meghajtással, azaz a motivációval kapcsolatban, azaz a navigációval és az irányvétellel kapcsolatban tehát fel bátran. Tehát pont ebben kapcsolatban szerettem volna kérdezni tőled valamit. Tehát az első Korn interjú utáni összeomlásra milyen gyakorlatot, vagy milyen praktikát tudsz, illetve hát gondolom, gyakorlatot tudsz ajánlani, hogy... Leborulás, éneklés, meditációs ülés. Ez a három, ez mind nagyon jó rá. Uh -huh. Ugyanis ahogy hallottad a bevezetőben, illúzióvesztéssel jár a valós gyakorlat. Tehát nem a spirituális gletvassal újabb és újabb ködös, színes ideákat masszírozunk bele az önképünk részeibe, ezáltal hamis önbizalmat kölcsönözve magunknak ideig, óráig, hanem az illúzió pont azok a foltok robbannak le, amelyek önképként számukra nagyon fontosak voltak. Talán még most is azok. De mihelyt látod, hogy illuzórikus, megszűnsz beléjük kapaszkodni. Na, ekkor van önképváltás. És ekkor valami igazabb, stabilabb talajra érsz le, de ehhez sajnos néha zuhanni kell. És a pillanat az egyetlen, ami megfog. Tehát mondtam a gyakorlat formáit, a három nagy gyakorlati formát. De valójában, ha visszatérsz a pillanatba, akkor azon nyomban megállítottad ezt a zuhanást, ezt az elképesztő entrópiát, ami attól van, hogy az az önkép, világkép, amiben addig bízhattál, az már nincs. Nekem ez olyan érzés volt, mint hogyha hirtelen a zen egy ilyen gyönyörű repülő szőnyeg lett volna, és hogy hirtelen kirántják a szőnyeged alólad, és akkor maradj meg a levegőben. És ez eleinte úgy nagy, hogy nem megy. Mert kiúzták a szőnyeget alólam. És az interjúk nagyon gyakran ilyen tapasztalattal járnak, és ez rendben van. Ezzel nincs semmi baj. Tér vissza a pillanat éberségébe, Lás tisztán, haj tisztán, viszonyúj tisztán, cselekedj tisztán, és akkor minden rendben van. De ha az önképednek a szétesett darabjaiba kapaszkodsz, az úgy húz lefele, hogy nem állsz meg a tenger mélye előtt. Azokat most nem is találom, hanem csak Háza, ez az összeomlott érzés van most bennem. Egyébként nagyon jó egyenesen ülsz, ezt konstatálom, tehát az összeomlás így nem következett be. Ami mentálisan egy nagyon valós érzés az, hogy onnan az a kép, az az érzet, az a világélmény, az már nincs. Tehát ettől lesz friss az egész. Tehát ezt egy kicsit az ember elvisel, és ránéz az égre, és olyan kék, mint addig sose volt. Tehát a kuhan gyakorlat tényleg hozzá segít, mert amit addig gondoltál, az nagyon gyorsan el tud tűnni a nemleges válasz sűjesztőében. Tudom, hogy nem szeretjük, amikor azt mondja, tőle, hogy nem vagy 10 százalék, vagy házi feladat. Vagy dolgozzál rajta még egy kicsit, de már dolgozol rajta hat hónapja. Úgyhogy ettől leszel felnőtt, spirituálisan, szellemileg. Jó? Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogy tudod bevinni a, a, meditációba egy, egy olyan napi problémát, amivel találkozol, vagy egy felismerés magadról? Hogy tudsz jó fényképet készíteni? először is kell egy olyan gép, ahol van egy jó szenzor. Tehát, hogyha nincs megfelelő szenzor a gépben, akkor akármilyen optikád van, akármilyen szoftvered van, semmi nem lesz jó. Itt a tudattal csak úgy tudsz problémát megoldani, hogyha a tudat tiszta. Ha nem tiszta a tudat, akkor akármit gondolsz, érzel, akarsz, hárítasz, vonzol, semmi nem lesz korrekt, mert maga a szenzor nem mutatja rendesen a valóságot. Tehát hamis önképből hamis valóságkép következik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy csak tedd, csak ülj, csak énekelj, csak borulj le, csak egyél, csak dolgoz, és pillanatról pillanatra gyere vissza itt, és most ez nem pusztán valami zenfrázis. Ez az igazi szenzortisztító. Tehát nem engedi a tudatod dualisztikus hullámokba belemerülni, azonosulni ezekkel a dualitásokkal, képet formálni ezekből a dualitásokba, és ekkor az eredeti tiszta tudatod tapasztalattá, sőt, megszokottá válik. Na, ekkor egy úgynevezett tárgyas meditációval rákérdezhetsz a problémára. Mi ez? Honnan jön? És akkor... A probléma, a karma megmutatja önmagát. Miért? Mert megszűntél már védekezni, megszűntél jobb színben látni magadat, megszűntél ítélkezni a probléma fölött. Tehát ezek a pocsselekvések ezek megszűntek. Na ekkor tiszta a tudat, és ekkor látott tisztán a problémát is. Vagy egyszerűen a karmát. Azelőtt vett szemügyre, mielőtt problémává válna. És hogyha felteszed a kérdést, hogy mi ez, honnan jön, akkor megmutatja azokat a csatornákat, amiken keresztül táplál és táplálkozik, és ehhez csak a saját individuális elmédet kell kikapcsolni. A szándékos fogalomalkotást, a habituális gondolkodást, illetve azokat az érzelmi reakciókat, amelyek mindig egyfajta biztonsági zónát óhajtanak fölállítani, hogy ez én vagyok, ez itt rendben van itt a világot megállítom, stb. 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 Tiszta tudat, rendes ház. És akkor azt tudni fogom, hogy mikor lett tiszta az a tudat, tehát ez biztos lesz. Erre jó egyébként az elvonulás, a tanító, a QAN praxis, mert hogyha tényleg tiszta a tudat, akkor a qan szépen tudod tükrözni és megoldottad. Nota benne, hogy más módszerek is vannak, sőt, szerencsére nagyon sok egyéb módszer van a tudat tisztaságának az elérésére és tesztelésére. Mi az ember ezt az interaktív, paradox, de nagyon jelen való módszert választjuk, mert nem absztrakt. Nem kíván meg külsődleges tudást. Igen, olvasni tudni kell, az jó, de egyébként amit már megértesz középiskolás az elég ahhoz, hogy a koanpraxist helyesen folytasd. Tehát itt a kevesebb lesz a több, hangsúlyozottan. Ki kell kapcsolni mindazt a soks sokságot, ki kell tudni kapcsolni azokat a gondolati mechanizmusokat, érzelmi mintázatokat, amelyekkel idejött el. És akkor látsz tisztán, akkor hallasz tisztán, és hogyha nem akadsz bele a paradoxonok szöges drótjába, akkor tisztán tükrözöl is. És azért az egy nagy dolog, amikor ebből felpattan a helyes válasz. Régen ezt úgy mondtuk kint Kóreában, hogy nem tudod? Ejtsd rá a tantienedre, majd főpattan valami. Köszönöm. Mi, mi az összefüggés az önvaló és a személyiség vagy egyéniség között? Nagyon jó kérdés. Az önvaló az a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, ami nem keletkezik és nem múlik el. Minden pillanatban jelen van, légy akár testben, testen kívül, vagy akár a születés vagy a meghalás állapotában. Ez az igazi önvalónk. A többeszem első személy indokoltabb, mint az egyes szem második. A személyiség az mind az a karma, amit összegyűjtöttél, és viszed magaddal tudatosan itt a kis mellényzsebben, és tudattalanul a hátizsákban. Mind az a karma, amire azt mondod, hogy én. A személyiségnek rengeteg alkotó eleme van, de az, amit az öt skandának vagy öt építő elemnek mondunk a szívszútrában, nagyjából abból épül föl. A forma itt a test. Érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Érzékszervi megközelítve mindaz, amit a szem, fül, orr, nyelv, test, mint tapintás közvetít, az értelem fogalommal megcímez, a választó tudat polarizálja jóra, rosszra, barátra, ellenségre, és a tudat pedig eltárolja emlékként. Erre szoktuk ráakasztani azt a nevet, hogy én. El is nevezzük ott a személyi. Tehát ez a személyiség, a személyével. Ez más, mint az egoitás. Az egoitás egy attitűd, nem pedig egy létező. Különben lehetne ego műtétet végrehajtani a spirituális sebészeten, és a szikével szépen kivágom magamból az ént, és akkor marad csak a gyönyörűséges személyiségem, korlátok és egoitás nélkül. Hát ez nem így megy. A személyiségben lévő összes alkotóelemet lehet énesen és éntelenül felhasználni. A személyiség határai nagyon fontosak. Tehát nem akarunk bizonyos lényként élni, de nagyon szeretnénk más lényként élni, egy olyasféle énélményt vagy személyiségélményt tapasztalni, amelyel együtt szeretnénk élni, akár évtizedekig, akár életeken keresztül. De ez nem azonos a kényelmi zónával, nem azonos az egoitással, nem azonos azzal a masszív, duális. Lezáró magatartással, hogy én vagyok a legszebb, legjobb, legfontosabb, és a többi. És az összes többi az pedig kuka és hulladék, és szükséges, rossz és egyebek. Tehát amikor legyártasz egy szuperduális világképet, és abból magadat kiemeled, ez az egoista magatartásnak a gyökere. Tehát az az érdekes, hogy a személyiség önmagában nem jó vagy rossz, akármilyen karmát hordoz annak a megnyilvánulása, a működése az lesz valamilyen boldogság, illetve szenvedés okozó. Pillanatról pillanatra lehet dönteni, hogy egy adott karmát hogyan használsz fel. Tehát a legjobb példa az mindig a kés. Bemész a konyhába, és mit csinálsz a késsel? Répát vágsz vele, Krumplit hámozol -e vele, vagy pedig megvágod a saját ujjadat, esetleg arra gondolsz, hogy egy másik ember ujját szeretnéd levágni. A kés mindenről nem tud. Tehát a benned lévő okosság, ügyesség, érzelmesség és egyebek, ezek nem jó vagy rossz karmák. Ezek a személyiség elemei. De hogy te az adott pillanatban milyen helyzetet veszel föl, milyen kapcsolatot építesz ki, és hogyan működteted ezt a karmát, ez viszont a tisztánlátásodon múlik ez ezen a tiszta, tükörszerű, térszerű tudaton múlik. Ennek a meglátásán, tapasztalásán, megtartásán és használatán. Hogy lehet a haragot belevinni az életbe? Beleépíteni, integrálni? A haragot? A haragot. Meg kell nézni, hogy mi a dű eredménye. Tehát, hogyha te folyamatosan dühös vagy, indulatos vagy, haragos vagy, akkor mi történik? Mi történik? Én is, és más is szomorú lesz tőle. Ó, hát az csak az egyik nagyon kicsike kis következmény. Mások is dühösek lesznek. Ez olyan, mint a tűz. Nagyon sokféle tűz van. A vágy tűze, a harag tűze. a butárról nagyon sokat beszél. Amikor azt mondja, szerzetesek, lángban áll a világ. Mi gyújtott a lángra a vágy tűze, a harag tűze, a téves nézetek tüze. Úgyhogy ezt a tüzet, mielőtt haraggá lesz, azelőtt más formába érdemes önteni. Ha már harag lett belőle, túl sok mindent nem tudsz vele csinálni. Hogyha a keltésztából kisütöttél szerelmes levelet, baracklekvár töltettel, az már csak baracklekvár töltettel bíró szerelmes levél lett. Abból már nem tudsz sajtos pogácsát csinálni. Ezért hozzuk vissza a tudatot a keltészta állapotában abból kigyúrhatsz különböző karmákat. Tehát vissza kell jönni a harag kialakulása elé. Meg kell tapasztalni azt a tudatot, amely még nincs kigyúrva valami V, névvé formává indulattá egyébbé. És ami van, azt pedig el kell tudni engedni. Az az érdekes, hogyha elengeded a karmát, az szépen visszaforgatja önmagát. A tudat egy bizonyos tisztasági szinten és energiaszinten Spontán aktiválja a saját öntisztító képességét. Azért gyakorlunk? Azért fókuszálunk a tantiára? Azért nem foglalkozunk tudatosan a felső csakrák tartalmával, hanem kivonod belőle az energiát, és visszalépsz a keletkezés elé. És akkor tudod uralni. Egyébként nem. Amit már kéztermékként tapasztalsz magadban, azt ítélet nélkül legyél szíves elengedni, és betenni a tudat sűjesztőjébe, és ez szépen visszaforgatja önmagát. Ez nem elfolytás, és nem is kiélés. Hát, ha megjelennek ilyen pusztító dolgok, mint a harag, ne folytsd el, és ne éld ki. Bármelyiket megteszed, vagy a külső térből, vagy a belső térből kamatostól visszakapod. Hát ez az én gyakorlat, hogyha már ilyen karma jogáról beszélünk, hogy ne éld ki, és ne folytsd el. Lásd! akik már jártak az első második interjún tudják, hogy van egy ilyen rásegítő költemény, amelynek az a címe, hogy csak láss. Vajon miért? Pontosan azért, mert a nem mozduló tiszta tudat lehetőséget ad arra, hogy ne élt ki és ne folytsd el, hanem megragadja benne lévő energiát és információt, és valami mást csinálj vele, mint addig. És ha ez sikerül, akkor, ahogy hallottad, másképp viszonyulsz hivatalos és nem hivatalos emberekhez, ügyfélszolgálaton, üzleti tárgyaláson, a családi asztal körül, vagy akár a templomban is. A közeli kapcsolatoknál nagyon nehezen tudom azt megállni, hogy például amikor megjelenik a harang, mint a tűz, akkor uh, hogyan tudom azt, nem élem ki, nem folytom el, csak ott van. És, és, ilyenkor mindig elakadok, hogy ezt hogyan tudom valahogy átalakítani. Mert, mert azt érzem, hogy rengeteg energia van benne, de nem, nem tudok vele mit kezdeni. Na most itt az öntvény hasonlatot fogom használni, hogyha van egy öntvényed, ami nem tetszik, azt vissza kell vinni az olvasztó kemencébe. Itt az olvasztó kemence nagy részt egy mantra gyakorlat. Tehát amikor rendkívül erős karma jelenik meg, akkor a mantra gyakorlat az, ami a tudatot visszahozza abba az állapotba, amely még nem hozta létre az adott érzelmet, gondolatot, impulzust és a többi. Tehát akkor kapcsolt be a mantrát. Ezért éneklünk. Ezért van meditációs módszerként mantra gyakorlat is. Csendben, magadban, hogy ez a szokás legyen erősebb. És hogyha ez az erősebb, akkor egyetlen egy keletkezett karma, egyetlen egy szokás sem tud rajta uralkodni. Köszönöm. Ez dobta fel most, most a meditáció, az elvesztés fájdalmát. De közben azt is, hogy na ezt ne ezt ne ezt, nem akarom ezt nem. És hogy most hogy tovább, hogyan? Amikor kiürül valami, akkor mi lesz a következő lépés? Üres lesz. És azután? befelhősödik az ég, esik az eső, zuog, hideg van. Utána mi lesz? Késő a nap. Így van. És minden együttérzésem mellett ez a törvény. A megjelenés és eltűnés törvénye. Hogy ami megtelik, az kiürül, és ami kiürül, az megtelik. És hogyha nem ragaszkodsz a keletkezéshez és a megszűnéshez, akkor ezt a folyamatot irányítani tudod. Ha nem, akkor gyermekek maradunk, és nem növünk föl soha. És ki vagyunk szolgáltatva a világ változásainak, ahelyett, hogy mi hoznánk létre megfelelő folyamatokat, amelyben a keletkezés, a megmaradás és a megszűnés egyensúlyban van. Ez a lehetőségünk a szellemi felnövekvés által. Biztos, hogy nagyon egyszerű a válasz, vagy egyszerű a kérdés, de tömegével jönnek a gondolatok meditáció közben, és nagyon sok technikát hallottunk már arra, hogy hogyan kell mégis lecsendesíteni, vagy hogyan kellene lecsendesíteni, de nekem nagyon zúg az agyam folyamatosan még mindig a meditáció közben, hogyan lehet mégis elcsendesíteni az elmét. Elcsendesíteni az elmét? Uh -huh. Mennyire? Hány decibellel szeretnéd lejjebb vinni a zajt? Hát most nagy a zaj oda benn. Jó. Nézd meg, hogy honnan jön ez a zaj, mert a lecsendesítésből eddig még túl sok jó nem származott. Általában az ember megpróbál egy kicsit maszkírozni a karmáját belülről, egy kis ugye, mantra kenőcsöt rátenni, vagy valami hasonló, hogy egy kicsit békésebb legyen. A szándék nem rossz, csak a módszer általában katasztrofális, mert közvetlenül a karmádat szeretnéd megváltoztatni, és nem mész le a karma gyökereig. Tehát ott van egy rakás gondolat, de mindegy tudatból, egy elméből származik. Miért nem megyünk le a gyökeréig, ahogy a fánál is a gyökerét érdemes megtalálni, és nem pedig a tízezer levélen aggódni. Hogy hogy fújja őket a szél, te jó Isten? Elég erős a törzs? Elég mélyre megy a gyökér a talajba, hogy megtartsa a fát a viharban? Tehát elég erős a pillanatnyi tudatosságod ahhoz, hogy rálássa karmát keletkezésére? Tehát amikor én elképesztő kavalkád mert tényleg van. Hát nincs az a parlamenti bizottsági ülése még olyan vircsaftot produkál, mint a te saját biztonsági bizottságod. Tehát elképesztő. Ilyenkor nyugodtan egy lépést hátralépsz, és a tízezer kezedből leteszed mind a tízezer ecsetet, és ez egy egy darab festékes palettából építkezik az összes. És megkérdezi, hogy mi ez, honnan jön? Csak ennyi. Mi ez, honnan jön? Ez még mindig egy kicsit közvetlenül engedi a hógolyókat rádzáporozni. Ezt bírni kell. Tehát, ha ez bírod, akkor szinte mindent kibírsz. Ha pedig eléggé véres az ember belül, mert olyan meglátásai, olyan tapasztalásai vannak, amelyek rombazúzták azt, akinek addig hitte magát, akkor egész nyugodtan rágyújthatsz egy mantrára, nagyon sok mantra van. És akkor az a mantra úgy megy, mint egy, mint a kis ö, olaj a lélek sebeire, és akkor egy kicsikét énekelsz, és akkor megváltozik minden, és eltelt egy újabb 50 perc. Aztán sétálunk. Tehát a mantra olyan, mint a tűzfal tényleg véd, és látod, hogy mi sértjük meg saját magunkat, nem a világ jó vagy rossz hozzánk, de a saját reakcióink jönnek vissza a térből és a személyekből. Tehát a mantra az a tudat önvédelme a saját ártóhatásaival szemben. Semmi másra nincs szükség, és hogyha belül ez kisimult, mert nem a tízezer levelet próbáltad meg nyesegetni, hanem rátaláltál a gyökerére, és megfogtad ott, a keletkezés előtt, a pillanat tiszta éberségében, a primér tapasztalásban, akkor megoldod. Semmi más dolgod nincs, tér vissza oda. Tehát tér vissza ide. És engedd el mindent, ami a múlt, a jelen és a jövő projekciójához tartozik. Említetted a mantrát, de nekem nincs. Minden nap hatalmas mintavételi lehetőség van a reggeli, a déli és az esti énekléskor. Nem kizárt, hogyha a tudatod nyitott a mantrákra, akkor ősz és egyszer csak a tudatod termeiből, mint a kékszakállú herceg várának felfedezetlen szobáiból, egyszer csak megjelenik egy mantra visszhangja. Nem kell rá várni, tanító azért van, hogy adjon neked egyet, hogyha a szobák nem visszhangzanak, ami egyébként nem is olyan rossz, nem kell azoknak visszhangzani. Úgyhogy kell mantra, kapsz. Köszönöm. Jó? Szívesen. Mitől lesz valami pódiszat vagy cselekedet? Ugye Szungszán négy feli osztotta őket, de mit lesznek azok? Hogy mások teszed. Szunkszán zenmester négy fele osztotta a cselekedetek lehetőségét. Ez fontos, nem a bótizatva cselekedeteket osztotta négy felé, mert az eléggé szomorú lenne, hiszen végtelenféle bótízhatva cselekedet van. Amikor emberek között vagy, és mint gyakorló szeretnél megnyilvánulni, csak informálás, példamutatás is egyéb szintjén, akkor a következő lehetőségeid vannak. Ha az emberek nyitottak rá, taníthatod nekik a darmát. Nézzünk szembe az, hogy legtöbbször nem erre kíváncsiak, hanem másra kíváncsiak, akkor pedig ne vesztegesd az idődet, és ne kompromittáld magadat, hogy meg akarsz téríteni ott valakit a zenre. Uramisten, hát nincs mire téríteni. Jó? Tehát, hogyha nem tudsz a darmáról értelmesen, normálisan, megfelelő fogadókészséggel, nyitottsággal a másik oldalon beszélni, jó? Akkor mondj helyes dolgokat a második. Tehát beszélj helyesen. Mindegy miről, csak beszélj helyesen. Amikor ez sem egy, mert bizonyos társaságokban már ez is sok, akkor próbálj meg uh, materiális szinten hasznosnak lenni, tehát add meg nekik, amire szükségük van. Tele van a szemetes, kiviszed, koszos a padló, felmosod, aznap nincs, aki főzzön, főzöl. Tehát ez a fajta manuális segítség már ez egyfajta együttműködést hoz, nem is kicsit. És ha ez sem megy, mert bizonyos társaságokban ez sem nagyon megy, akkor csak cselekedj közösen. És a közös cselekvés az valami olyasféle kötést, kapcsolatot hoz létre, hogy a felső három az valamikor megvalósulhat. Ez az utolsó, hogy csak közös cselekvés lehet, ez feltételez egy kényszerhelyzetet. Nagyon komoly kényszerhelyzetet, hogy te fizikailag onnan nem tudsz elmenni, vagy nem lehet elmenned, és a többi. És ezért együtt kell lenned azokkal az emberekkel, akik a felső hármat nem tudják gyakorolni, vagy nem akarják. Ez az a négyféle cselekedet, amelyel a darmát hordozhatod. És az az érdekes, hogy csak a legelső az, amikor tanítod. A másik három nem az, de mégis az. Sőt. Jó? Mondanál pár szót az önáltadásról? Mikor van szükség arra, hogy te, mint önálló énség eltűnj, és mikor van szükség arra, hogy te nagyon hangsúlyosan jelen légy? Az önátadás az akkor lehetséges, amikor az egy évvállással mindenki a helyes irányba megy. Akkor megteheted. Ha van, ősbizalom, ha van szeretetteli kapcsolat, ha van önzetlen együttműködés, és ez nagyjából ki van egyensúlyozva, akkor az önátadás lehetséges. De ha nem, akkor kölcsönadjuk magunkat ordas eszméknek. És akkor a leming effektus gyakoroljuk, és megyünk mindenkivel a szakadékba, csak azért, mert önátadók voltunk, holott a saját felelősségünkről és szabadságunkról mondtunk le. Tehát minek vagy kinek adod át önmagad? nagyon nem mindegy. És ehhez kell az elképesztő tisztánlátás, hogy ez a helyes irányba menjen. Különben hamis áldozatvállalás lesz belőle, és mindenki veszít, és mindenki szenved. A csend jobb, mint a szentség. Ez így van. De vétkesek közt cinkos, aki néma. Csoportkarmáról szeretnék kérdezni. Két előttem kérdés is ebbe az irányba vitte a gondolataimat. Ugye azt szokták mondani, hogy ha jobbá akarod tenni a világot, akkor tedd magadat jobbá. van -e ezen kívül teendőnk, lehetőségünk? Ebből fakad az összes többi teendőnk, hogy ha magunkon dolgozunk, akkor segítünk a csoporton. Hogyha letisztítjuk a lélektudatosságot, akkor válunk jobb apákká, férjekké, vállalkozókká, döntéshozókká, vezetőkké és a hölgyek esetében természetesen anyákká, feleségekké, családfőkké, döntéshozókká és vezetőkké. Tehát ez nagyon fontos, hogy magunkon keresztül, nem csak Horácius mondta, hogy a te incipi, hogy magadon kezd. Tehát amilyen a mikrokozmosz, olyan a makrokozmosz. Nagyon fontos látni, hogy ha magunkat nem tesszük így előtérbe, hogy ezen kell dolgozni, Belül kell találni a választ, belül kell letisztulni, és egy tisztább tudattal működni a világban, akkor gyakorlatilag a pokolba vezető úton megyünk, amely, mint tudjuk, jó szándékkal van kikövezve. Akkor egy, lehet egy furcsát kérdezek. Szerinted a, a csoportnak lehet-e tudata? Kollektor. Van, hát hogy ne lenne? Kérdezem azon, meg a halak azon meg hogy a lehet dolgozni. Ott is így úgy dolgozunk, hogy saját munkon dolgozunk. Így van. Tehát a mi helyt magadon dolgozol, már nem csak magadon dolgozol, de ha csak a csoporton kívül, nézd meg az ideológiák hány torgását az elmúlt száz évben, lényegesen nem változott semmi, csak szenvedés halmokat hoztunk létre. Az elmúlt száz év európai történelme elképesztően jó példa arra, hogy mi van akkor, hogyha externalizálunk. Döbbenetes. Az identitást csak kívül megélni világégéshez vezet. És ennek a legdurvább formája volt az, amikor a matéria fényével kellett bevilágítani a fél univerzumot, és ez volt két atombomba, amelyik egy identitást, az akkori japán birodalmi identitást törölte el. Mert Hirohito azután kapitulált. A második után. Ez eltörölt egy identitást. Mi lett volna, hogyha belül számolják fel azt az önképet, amely az együttműködés és békegátja volt az azt megelőző 50 majdnem száz évben. Nagyon érdekes az, hogy az identitás és együttműködés hogyan alakul, és hogyha az identitáson nem változtatunk, akkor az együttműködésen sem tudunk. Ezért kell magunkon kezdeni, mert a saját önképünk akár egyéni, akár csoportos, az egyetlen akadálya másokkal való együttműködésnek. És nézd meg, hogyha egy olyan identitással élünk, amely az együttműködést nemhogy lehetővé teszi, hanem serkenti, azok azok a csoportok, amelyek növekszenek. És tartósan meg is tudják tartani ezt a növekedést. Mert hódítani nagyon könnyű, megtartani nagyon nehéz. Nekem a három kérdésből lett egy kérdésem. Tehát közösen cselekedni, akkor át kell adnom magam annak a közösségnek. Vagy át kell venned magadhoz közösségi tagok energiáját. Ugyanaz? Tehát ez egy kölcsönhatás, ez nem egyirányú. Az a fontos, hogy visszaforgassuk a közösségbe, újra beengedjük a térbe mindazt, ami elért minket. Igen, és akkor az önátadást, azt mégis cenzúráznom kell? Tehát nem nem cenzúrázni kell, tisztán kell látni, mert hogyha cenzúrázod, akkor már meghalt az egész. Tehát akkor már racionális tudattal, esetleg ítéletalkotó, dualisztikus érzelmekkel már felszabdaltad a felületet. Az nem jó. Meg kell nézni, milyen irányba megy az egész. Nézd meg, hogy az elmúlt száz évben hányféle önátadás valósult meg egyén és csoport között különböző országokban, és ennek milyen eredménye lett. Tehát az önátadás nem azt jelenti, hogy hirtelen megszűnünk tisztán látni, tisztán hallani tisztán gondolkodni, tisztán érezni, és akkor ez elindul egy nagyon pozitív körforgásban. Ha a másik ebben partner, ez egy fantasztikus, azt mondom, pozitív summával záródó, vagy folytatódó kölcsönhatás. Legyen az egy családban, egy csoportban, egy országban, ahol megsokszorozódnak ezek az értékek, mert senki sem akarja elsajátítani, hanem használja, utána hozzátesz és továbbadja. Ezt mind lehet. Hogy lehet úgy mantrázni, hogy nem mondom? Magamban sem. Az ritka? Már. Mert... Nagyon sok év. Tehát amikor már egy teljesen autonóm belső hullámhosszon megy a mantra, ahhoz nagyon-nagyon sok, tízezerszer, százezerszer el kellett mondani, hogy már intellektusból, érzelemből vagy belső verbalitásból ne kelljen energiát beletenni, de van ilyen megjelenhet álomban a mantra, akkor tudod, hogy egy bizonyos szinten vagy ezzel. Tehát, hogy álmodsz, és akármilyen az álmod, akár jó vagy rossz, egyszer csak bekapcsol a mantra, és fölébredsz. Az a dolga a mantrának, hogy fölébredszen. És ekkor autonóm. Aztán az nem jelenti azt, hogy a következő naptól kezdve nem kell gyakorolni, sőt, ez motiváljon arra, hogy még inkább. Tehát ez egy szint, és még vannak följebb is. Tehát például, amikor valaki haraggal beléd megy, akkor meg tudod maga tartóztatni a viszont választól, szintén haraggal, még több düvel, és bekapcsol a mantrád, és egyszerűen fogod a teret. Éled a pillanatot, és nem reagálsz a másik haragjára, hanem ő rá reagálsz nem a karmájára. Messze lehet ezzel menni nagyon. Amikor ilyen jó érzéseket élünk át, például ránézünk a tanítóra, és ez egy ilyen jó érzéssel tölti el, tölt el a szívünket. Én a túros csúszát javaslom, az ránézett, ez egy olyan jó érzés, főleg, hogyha tönkölyből készült a tészta. Igen, mondja. Akkor mivel ez, értem, ez egy célzás volt, jó lesz tönkölyös. Igen. Akkor uh, ugyanúgy, mivel ez egy érzelem, ezt is a tánytjémemből kell figyelni, vagy illetve onnan szemlélni? Ezt onnan figyeled, ahonnan akarod. De ez is egy érzelem. Ez így van, na most ez én, mint tanító, miután ezt a példát említettek, hogy adjak bármiféle használati utasítást, csak rontokra. Gondoltam, hogy konkrét leszek akkor, nem kertelek én is konkrét leszek. Semmiféle megkötés nincs, ezt onnan nézed, ahonnan szeretnéd. És kész. Köszönöm. Szívesen. A meditációk közbeni bólintás, meg valahol vagyok egyszer csak, is vissza eszmélek. Ezzel mit tudom? Légy üdvözölve a Zen klubjában. Ugye? Igen. Erőteljes tantén tudatossággal az álmosságot, mint üveggolyót eldobod. Tehát ide szépen visszahozod a tudatosságodat, ha kell, picit megfeszíted a hasizmodat. Halkan... Az a... Az más! Tehát halkan szépen, és akkor a véráramlás egy picit ismét élénkül. Ülés közben azért a vérnyomás le tud menni. Csak egy kicsit. És akkor az ember hajlamos elaludni, meg hogyha már úgy talált egy nyugodt kis pontot a lelkében, ahol már nincs akkor a vihar, nem verik az asztalt a saját karmikus képviselőid belül, hogy nekem ez kell, én most ezt akarom, meg ki akarok innen menni. Amikor hogy megbékéti az, hogy ezt most tényleg csinálod mert döntötted, és az akaratodnak az a jó, hogyha befejezed, amit elkezdtél, akkor átmegyünk az ellenkező oldalra, és hát itt béke van. Úgy se zavar senki a csupig. Hadd aludjak már egyet úgy se pihenek eleget éjszaka, mert ott horkol mellettem a másik. Akkor meg ugyanúgy jár az agyam. Pontosan. Na, amikor ez megszűnik, akkor a tudat képes úgy bekonyulni, és alszik egyet. Nem az a baj, ha elalszol, az a baj, ha nem ébredsz föl. Mi helyt elalszol, azonnal ébredj föl. Tehát tudok neked olyan gyakorlót mutatni, aki ezt másodpercenként többször megcsinálja. Elalszik, fölébred, elalszik, fölébred, elalszik, fölébred. Tehát ez nagyon nagy tudományám. Úgyhogy mi helyt elalszol, azon nyomban ébredj fel. Visszatérsz a mantrához, visszatérsz a térhez, a hangokhoz és a többi. Ez egy jó mulatság. Igen, úgy tűnik. Egyéb kérdés? Ha már alvásról volt szó, minden ember ö, egy 8 órás ö, alvást számolva, körülbelül két órában teljes tudatosságot ö, él át, csak nem emlékszik rá. Miért Te akkor? melyik rendszerben szocializálódtál? <laughs> 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás? Most igen, Erről van szó? Igen, igen. Hát az zen az 24 órán keresztül éberség. Tehát amikor arról van szó, hogy 8 óra alvás, azt gyorsan felejtsük el, gondolkodjunk inkább mélyalvás ciklusokban, hogy az a szerencsés, hogyha egész számú ciklus van jelen egy éjszaka. Tehát van, aki 5,5 ,5 órát alszik, és pihentebb, mint aki hetet alszik. Az 5,5 órában ugyanis nagyon gyakran belefér három teljes mélyalvás ciklus. Egy és 3,5 óra körül van darabja tehát, hogyha mélyalvást ciklus közben ver fel az ébresztőre, olyan, mintha agyon vertek volna. Katonasság alatt meg lehet tanulni a két órás pihenőben egy mélyalvást beletenni, és olyan szépen följössz, mielőtt az őrparancsnok megrúgja a bakancsodat, hogy kis ki pihented magad. Az egy mélyalvást ciklus. Tehát az, hogy nyolc óra, ne szórakozzunk már. Annyi időnk aludni nincs. Milyen tudattal mész bele? hány kört teszel a saját töltött káposztás fazekat körül, ugye? Hát mennyit tettél előtte, lehetőleg ne sokat, emészed meg teljesen a cuccot, mielőtt alszol, és akkor könnyebb az alvás. Pihen a test, pihen a tudat. Hogy az, hogy 8 óra, az nincs sehol leírva, szerencsére. Igen, erre vonatkozott volna a kérdésem is, hogy a jogik ezt gyakorolják, ezt a joga-nidra nevezetű módszert, ez a mély alvás, a álom nélküli mély alvás. Álom nélküli mély alvás? Igen. hát azért mondjam. ahhoz nagyon sokat kell tréningezni. Igen. Ugyanis álom mindig van, csak az a kérdés, hogy mi a viszonyod hozzá, hogy nézegeted-e, újrafuttatod-e, ráírod-e a sert kis merev magyarul akarsz emlékezni. Hát az álomjogának rettenetesen sok aspektusa van, amelyet itt most azért nem fejtek ki, mert nem gyakorlom. Tehát más iskolák nagyon komoly álomjogával rendelkeznek, ha ez érdekelők, Biztos mélyalvásról, álomtalanságról, álmosságról, éberségről nagyon sokat mondanak. Itt a zenben folyamatosan, megállás nélkül, akár ébren, akár álomban, testben, testen kívül mi ez. Tehát maradjon meg a tiszta tudat. Ámodsz, csak álmodsz, semmi gond, csak ne ragaszkodj hozzá, és a ég szerelmére nehogy elhidd. Jó. Meg szeretném kérdezni, hogy ezek a hullámvölgyek, amin keresztül megyünk, többé-kevésbé, de inkább többé. Az mi okozza a gondolat, a tudat, hogy nem tiszta, vagy a karmánk? Szerintem a hullámhegyek okozzák. <laughs> Tehát vannak azok a gyönyörűséges hullámhegyek, és azok a fránya hullámvölgyek, azok pedig közöttük. Na, ebből van az összes galiba. De akkor az a gondolatunk okozza, nem? esetleg az érzelmeink, az is lehet. És akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Ismét felkapaszkodunk egy újabb hullámhegyre. És utána, amikor megérezzük azt a gyönyörűséget, amikor ott vagy a hullám taréjon, és a pillanaton szörfözöl, az öröm apró kis pára szemcséi csillognak a napfényben. És egyszer csak elbízod magad, és futj így le a hullámvölgybe megint. Ez olyan rossz érzés. <laughs> Légy üdvözölve az engyakorlók széles klubjában és ekkor megtanulsz szörfözni a pillanaton. Tehát mindegy, hogy hullámhegy vagy hullámvölgy, de maradj a pillanatban, maradj az éberség szörfdeszkáján, és ne foglalkozz az, hogy hullámhegy vagy hullámvölgy. Szörföz. És kész. A férfi női szerepekről, illetve minőségekről szeretnék kérdezni, hogy eléggé össze vannak kavarodva, és vannak mindenféle ilyen tanfolyamok, hogy hogyan legyünk nőiesebbek, befogadóbbak. És az lenne a kérdésem, hogy ezeknek a minőségeknek a, a megélésében hogy segít, vagy tud-e segíteni ezen? Szerintem nagyon sokat mindenféle specifikus tanfolyás és méregdrága hétvégék nélkül, ugyanis visszavezet abba a tudatállapotba, ahonnan a nőiséged keletkezik. Tehát mi az, ami benned a nő? Mi az, ami meghajtja azt a testet, és felveszi az érzelmi mintázatokat, és gondolkodik, és beszél, és stb. Tehát nagyon jól lehet látni az eredeti tudat tiszta tükrében, hogy ezek a nemi szerepek hogyan alakulnak ki. És akiben nem tiszta a női principium, mert női test és női lélek valahol nincs összhangban, spontán ki tudja tisztítani, férfiak ugyanez. Tehát férfi testben férfi lélek milyen módon működik. Mit jelent az, hogy férfinak lenni? Ezt az a tudat mutatja, amely eredetileg nem nő és nem férfi. Ebben nagyon jól lehet ezt látni, és nagyon jól lehet művelni. És hogyha ez a helyzet, a benső helyzet világos, akkor a kapcsolat is világos. Tehát nagyon sokszor a, a kapcsolati problémámat szeretném megoldani. Igen, de a benső helyzetedet megoldottad. És csak a kapcsolaton keresztül nem lehet. Az egy óriási tréning. De egy benső felkészültség, letisztultság, tisztánlátás nélkül nem lehet. Mi benned a nő? Nézd meg, hogy működik. És ehhez mérten lesznek kapcsolatait kívül. Köszönöm. Szívesen. Zárójában néha ijesztő dolgokat lehet látni ezen a téren, hogyha ilyen irányba nézel, a múlt összes karmája meg tud jelenni, hogy te, mint nő, mit hordozol identitásként, fiúk ugyanez, semmi gond, jó? És pontosan ezeket kell szépen visszakomposztálni a tudat talajába, és frisset hozni, frisset növelni. És akkor a világ azt látja, hogy igazi nő, vagy igazi férfi, és a többi. Jó? Egyéb kérdés? Néha a meditáció megtörténik magától, viszont vannak olyan időszakok, amikor például a tántjámra figyelek, és vagy a légzésemre figyelek, és azt érzem, hogy a tudatom beszűkül. Tehát nem, hogy kitágulna, hanem inkább beszűkül. Olyankor mi a teendő? Tovább kell lélegezni, nehogy a bajt. <laughs> De olyankor szoktam beámosodni például. Még mélyebben kell lélegezni, és akkor az álmosságot is kifújod magadból a beszűkülés az attól van, hogy valamire a tudat ráfeszül, tehát elkezd egy tárgyra koncentrálni, és nem tartja meg a maga téres mi voltát. Ilyenkor visszatérsz a kérdéshez. A kérdés az mindig kitágít. A mantra egy kört, képzeletbeli kört, egy tudati teret rajzol. Ha valamire ráfeszül a tudat, akármilyen tárgy, és elkezdőd el szépen ilyen fekete lyukszerűen önmagába omlani, visszatérsz a praxishoz, és ismét letisztul, ismét kitágul a tere. Semmi gond ezzel. Ez az elalváshoz nagyon hasonló egyébként, mert egy picit ráfeszül, rákoncentrál, belefeledkezik, eltűnik a térélmény, eltűnik a tükör, és utána pedig, mint a balta, így bele az álomvilágba. Nem baj, ezt hívjuk a karma vonzerejének. Ne kell küzdeni. Tehát felteszem a mi ez kérdést, és akkor kitisztul. Igen. Egyébként a rákoncentrálás és belealvás átfedésének annyi példáját láttam az elmúlt negyed évszázadban, hogy az már szinte fáj. Az egyik legszebb, amit hallhattál, ha pont azon az elvonuláson itt voltál, ugye mindenki tudja, hogy a 90 napos alatt van intenzív hét. Az intenzív hét az nálunk olyan, hogy öt éjszakán keresztül nagyon keveset alszunk, tehát három órát, és az utolsó éjszaka nem. Korábban ezt csinálják úgy, hogy 40 perc szünet van éjszakánként, 6 éjszakán át. Na most csináltunk mi egy olyat nemzetközi szerzetesekkel, egy 90 naposon, világiak is részt vettek, de csak teljes időben, hogy két óra alvás volt éjszaka, egytől háromig. ez a köztes. És bizony volt egy szerzetes, szándékosan nem mondom meg melyik hagyomány és melyik ország, nagyon sok, országból voltak ott, hiszen azért, mert Szungszánszönyim darmájának a vonzereje az eléggé univerzális volt. Tehát tényleg a világ minden tájáról jöttek, de kevesen. Sose ilyen nagy armadában. És bizony ez a szerzetes, mivel akkor fel lehetett állni, és állásban, habcsangban szépen lehetett a meditáció nemes tevékenységét végezni, ő úgy döntött, hogy ezt a nagyon kritikus időszakot, ami az évfél és a hajnali egy óra közötti halászakasz, az kökemény. Így állva fogja végig csinálni, és egyszer csak hallottál a padlón egy ilyet. És ekkor felébredt. Amikor vége lett az intenzív hétnek, akkor volt egy teljes napszünet, és akkor beszélgettünk is, és azt mondta, hogy ő végig úgy élte meg, hogy ő habcsangban van, habcsangban van, és egyszer csak megjelent a szeme előtt a padló, és akkor hirtelen a hogy is szétnyitotta, és csat! Tehát elaludt, beledőlt a saját kardjába, mint az egyszeri szamuráj, és amikor a zuhanásnak a szele visszajött a padlóról, az fölébresztette. Képzeld el? Valamibe belefeledkezett, ráfeszült, és akkor ez a tiszta éberség, ez elment, és visszalátás. Hogy azt az előbbire válaszol, mondtam, mindegy hányszor alszol el, csak ébredjél ugyanannyi ugyanannyiszor, és nagyon gyorsan. Jó? Valahol azt hallottam, olvastam, már nem tudom neten, hogy buddha tanításai között van az a tanítás is, miszerint bármit, bármilyen tevékenységet csinálsz, tehát a gyakorláson kívül, mondom, a hétköznapi életed folyamán, bármilyen gyakorlatot csinálsz, vagy bármit csinálsz, eszel, sétálsz, a lényeg az, hogy ö, egyetlen lélegzetedről sem feledkezzél meg. Igen. És én ezt próbáltam gyakorolni, és ennek a vége is egy ilyen, egy ilyen, ilyen beszűkült érzet lett. Ha túlságosan koncentrálsz a légzésre, akkor minden mást meg tudsz semmisíteni. Idáig nagyon kevesen jutunk el. Viszont, hogyha belefeledkezünk a tudattárgyaiba, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, de főleg amit gondolsz és érzel, akkor elmegy a lélegzet. Csak az érzelem van, csak a gondolat van, az pedig visz ezerrel. Vagy esetleg kövé változtat. Hát azt mondom, hogy az éberség egyik fontos tárgya a lélegzet, de tudnunk kell ébernek lenni, a lélegzettől függetlenül is. Miért? Mert amikor nincs test, akkor nincs lélegzet sem. De éberség az lehet, ha gyakoroltad. Nagyon fontos azt látni, hogy a tan tényleg egészlegesen ülve állva járva fekve, beszédben, csendben, álomban és ébrenlétben, testen belül, testen kívül élet és halál állapotában egyaránt érvényes, és ugyanazt hozza, ugyanúgy a felébredést hozza. Nincs test, nincs lélegzet. Úgyhogy persze fontos a lélegzet, de nem abszolút értékű, mert tól, íg van. De az ébességet mindig tartsd meg. Tehát ezt úgy kell elképzelnem, hogy a, ahogy, ahogy a létezést hagyom magamon keresztül, hogy cselekedjen és Megkérhetlek, beszéljen. hogy ne képzeld el, csak lélegezzél. Jó. Jó a képzelet az most rontana rajta. Tehát csak láss, csak haj, csak cselekedj, csak beszélj, csak gondolkodj, csak érez, de ne képzeld el. Tudatosan, tisztán, lélegzettel együtt, amíg van. Jó? Köszönöm. Mit jelent az, hogy kővé változtat? Hát egyszer a vaskapura fölmegyünk, ott vannak ilyen sziklák. És amikor leülsz a sziklára, akkor érzed, hogy milyen lenne, hogyha te most így maradnál. Ez nem vicc. Nem tréfásan kezdődött, de nem úgy folytatódik. Amikor kövé válsz, az a változásra való képtelenség. Ezek a sziklák persze, hogy változnak, de olyan évmilliók alatt. És a tudat is lehet ilyen, hogyha ráfeszül valamilyen én tudatra, identitásra, egyébre, akkor olyan elképesztő módon tud ragaszkodni tudattartalmakhoz, identitáshoz, felvett önképhez, hogy attól kővé válik, nem tud változni, nem tud haladni. Ezt megélhetem meditáción belül? Mert... Meg, de gyere is ki belőle, ha lehet jó. Mert ez ez akadt most meg, hogy egyszerűen éreztem, mint hogy a meditáció megélhetem. alatt mindenféle karma a felszíne kerül. Kőkarma, vízkarma, részkarma, mindenféle karma. Olyan sokat beszéltél az álomról, és uh, úgy megmaradt a fülembe, hogy mondtad, hogy elnehid amit álmodsz. Mi az hidd. álom? Mi az ébrenlét? Na ugye. Elnehid, ne azonosulj vele. Lásd, engedd el. Amivel dolgod van, az melletted marad. Akivel dolgod van, az melletted marad. Jó? Végezetül akkor szeretnék egy történetet elmondani a kínai császár udvarából. Ez pedig arról szól, hogy amikor a Tang dinasztia gyönyörűséges buddhista kultúrája a tetőpontján volt, akkor ki tudja, melyik császár egy komoly versenyt hirdetett, és bekérte az összes nagyszerű tanítótól a tanításának a lényegét. Gyönyörű négysorosok érkeztek, gyönyörű költemények, kalligráfiák, szútra kommentárok, a buddha fantasztikus tanítására való mindenféle reakció. De mégis egy egysoros nyerte meg a versenyt. Vajon mi volt az? Ez is elmúlik. Köszönöm a figyelmet.